Üdvözlöm Önöket, Losonczi Kata vagyok, ez a Főhős, a Hír TV Sztár magazinja. Adásunkban, ahogy ígértük, folytatjuk a korrupciós ügyeket. És itt lesz velünk Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke, aki azt is elárulja nekünk, miért lázadás ma kereszténynek lenni. Mutatjuk majd ezt. Császi Zsoltot és Tátrai Miklóst politikai koncepciós perben elítélt embereknek tartom. Illés Boglárkával erről is beszélünk. Diákcsínyek voltak esetleg? Voltak diákcsínyek, de nem lepleszthetem még le saját magam. És természetesen játszunk is. És erről a kormány elmulasztott megkérdezni a Budapestért a magyar polgárokat. Egy őrbandi. Maradjunk ennyiben. Korrupció a fővárosnál. Adósok maradtunk néhány fontos üggyel a Városházáról, de azt sem felejtettük el, a BKV-ból hogyan talicskázták ki a pénzt. Volt sukoró és egyéb esetek. Haladjunk sorjában. Demszky a 4-es metró ígéretével tudott ciklusokon át főpolgármester maradni. De kampányidőszakban liberális megmondó embereknek is tett gesztusokat. 2002 nyarán Péter elkerestél engem, és azt kérdezted, hogy akarsz-e Gábor Budapest szívében egy Covent Gardent? És hát mit lehet erre válaszolni, éppen választási kampány volt? Természetesen azt válaszoltam, hogy igen. Ez volt a CED beruházása Dunapesti oldalán, amit azóta bálnára kereszteltek. Nem egy őshonos magyar állat, de mindegy is. Ez a beruházás is csúszott, gond volt a kivitelezéssel. Folytak el a milliárdok. A Városházán mindeközben megnyírbált jogköröket, elvont kinevezési lehetőségeket, és az átláthatatlan gazdálkodás miatt egyre nagyobb káosz lett. A liberális várospolitika egy új ember, Mesterházy Ernő kezébe került, akinek jó szocialista kapcsolatai voltak. Mesterházy Ernő bizonyos típusú ügyekben adott nekem tanácsot. Ezek fővárosi nagy beruházások, amelyekhez kormányzati támogatás kellett, bizonyos közvetítő szerepe is volt vezető szocialista személyiségekhez a kormányzatot. Atkári János így emlékszik. Jeleztem a Demszkynek, hogy én semmit nem vagyok vele hajlandó érintkezni, és óvtam attól, hogy ő is fenntartsa ezt a kapcsolatot. Nem tudom elfogadni azt a védekezést, hogy ő nem tudott ezekről a dolgokról. Mesterházy Ernő teljes felhatalmazást kapott arra, hogy Demszky nevében eljárjon politikai döntések előkészítésében is. Természetesen ez nem közvetlenül így írottan felhatalmazás a korrupcióra, de a folyamatoknak egy olyan szétzilálása, a felelősségeknek egy olyan szétzilálása és elkenése, amik nem kis kaput, hanem nagy kaput nyit meg a korrupciónak. A hazug ígéretek nem hagytak alább. 2007-et az európai fejlesztések éveként apostrofálta Demszky, annak ellenére, hogy azt már lehetett tudni, hogy 9 milliárd forinttal kevesebb jut az intézmények működtetésére. Ágyszám leépítésekről kell gondolkodnunk. Iskola összevonásokat kell elhatároznunk, csökkenő színházi támogatásokról készítettünk anyagot, és egyéb jelentős költség megtakarítási eszközökhöz kell folyamodnunk. Végül 19 szakiskola bezárására tettek javaslatot. Miközben Demszky Gábor és Mesterházy Ernő lobbista látszólag tolták a főváros szekerét, addig a BKV-tól pedig kitalicskázták a pénzt. Emlékeznek még erre az emelkedett pillanatra? Egészségünkre. Azért egy kocintást megér a dolog. A szakszervezetekkel való megállapodás után nézzék, kik is vannak a teremben. Szilágyiné Szalai Eleonóra, Antal Attila, Hagyó Miklós, Regőci Miklós. A teremből ugyan hiányzik Mesterházy Ernő, Tótfalusi György, Zelenák Tibor, Horváth Éva, Balogh Zsolt, na meg a Nokiás doboz. Az máskor került az asztalra. A gyanú szerint ők nyúlták le a BKV-t. Hagyó ügy. Nokiás dobozban átadott kenőpénz. A BKV ügy ikonikus szálát az ügyészség később nem tartotta bizonyíthatónak. A közlekedési társaság és Budapest egykori vezetőire enélkül is letöltendő börtönt kért a vádhatóság. A szegedi ítélőtábla ehelyett részben még enyhített is az elsőfokú ítéleten. Hagyó Miklós jogerősen felfüggesztett büntetést kapott, amit még csökkentett is a bírói tanács.
Hagyó Miklós elsőrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztést, 1 év 6 hónapra, a szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének próbaidejét 3 évre enyhíti. Hagyó Miklós elsőrendű vádlottat hivatali visszaélés büntette, 1978. évi 4-es törvény 225. szakasz 3. fordulat, és zsarolás büntette, 1978. évi 4-es törvény 323. szakasz első bekezdés, második bekezdés C pont első fordulat miatt emelt vád alól tekinti felmentetnek. Az egykori szocialista főpolgármester helyettes védője pozitívan értékelte az ítéletet, ahhoz képest, hogy az elsőfokú eljárásban 10 évet is meghaladó, fegyházban letöltendő büntetést kért az ügyészség Hagyóra és társaira. Egyik szemem sír a másik nevet, nyilvánvaló, hogy inkább örülünk ennek az ítéletnek, mert nem 11 néhány évre kell fegyházba vonulnia az ügyfelemnek, hanem próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott, de olyasmi miatt, amit nem követett el. A szegedi ítélőtábla több vádott esetében viszont súlyosította az elsőfokú ítéletet. Antal Attila, a BKV ZRT egykori vezérigazgatója 2, míg a BKV ZRT korábbi kommunikációs igazgatója 3 év szabadságvesztést kapott. A korrupciós botrány nagyon érett, amikor beköltözött a titkosszolgálat a Városházára. Történt ugyanis, hogy az erzsébetvárosi szocipolgi, Humval György, ingatlan Panama és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt előzetesbe került, kellett valaki a helyére, hogy meglegyen az egyfős többség ahhoz, hogy a költségvetést elfogadják. Az MSZP a 3/2-es kivágó Ivánnét jelölte Humwald megüresedett helyére, ami nagy közfelháborodást váltott ki. Demszky 2003-ban még arról beszélt, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, mert abban mindenki érintett a rendszerváltó kormány és pártok közül. A titkosszolgálat után térjünk vissza a korrupciós ügyekre. Demszky Gábornak a kegyelemdöfést az adta meg, hogy előzetes letartóztatásba került tanácsadója Mesterházi Ernő, majd Hagyó Miklós szocialista főpolgármester helyettes és munkatársai, valamint a Főtáv ZRT vezérigazgatója is. És elindult a nyomozás a Főkert ZRT, az FKF ZRT igazgatója miatt hűtlen kezelésért, valamint a gyógyfürdők ügyében. Ha mindenkivel kapcsolatban, akivel szemben aggály merül fel a munkatársaim részéről, úgy járnék el, hogy elküldöm és elbocsájtom, akkor itt a főpolgármesteri hivatalban már nem dolgozna senki. Köszi Gábor, remek replika, magunk se tudnánk jobban érvelni. Mindenféle figyelmeztetés ellenére nem tudott a sarkára állni és szabályozott folyamatot kialakítani. Még egyszer mondom, hogy nek semmi köze a büntetőjogi felelősséghez. De azt se feledjük, ha a Hagyó Miklós jogkörét megnyírbálta volna, akkor 2008-ban előrehozott választást kellett volna tartani. Főpolgármesteri hatáskörben miért nem indított Hagyó Miklóssal szemben eljárást? Akár hatáskör elvonás célzattal, akár bármilyen más fegyelmi célzattal. Tekintettel arra, hogy ön a szolgálati felettes. Azért nem indítottam, mert a fővárosi közgyűlésben 2006. október óta egyfős többséggel működünk, és bármilyen ilyen jellegű intézkedés veszélyeztette volna a város működését. De legalább megállította volna a korrupciót, de ez Demszkynek nem számított. Hagyó egyébként a szocik erős embere volt. 16 kerületi MSZP szervezet állt mögötte a fővárosi képviselők többségével együtt. Ha meglépi Demszky, amit felelős városvezetőként tennie kellett volna, akkor szakadhatott volna a koalíció. Persze az előnyöket Demszky is élvezte. Hol volt már a zsigulis csávó? Hány ingatlanát újította fel az FKF? Egyetlen. Az FKF korábbi dolgozója másként emlékezett. Ő mikor polgármester lett, főpolgármester lett, a vállalat szinte azonnal a lakása előtt felaszfaltozta a területet. A cég vette ezt a telepjárót, a cég üzemeltette, illetve szervizelte, és a cég üzemanyagával ő saját céljaira használt ezt a telepjárót. Ezzel utazott többször Ausztriába síelni, később a horvátországi nyaralójához. Egy szerelő volt megbízva ezek a gépnek a szervizelésével, és véletlen egyszer elfelejtett önteni az ablakmosó tartályába a folyadékot. Ugye a főpolgármester úr elutazott vele Ausztriába, és
onnan felhívta a vezért, és megbírálta, hogy milyen trehány munkát végzett ez a szerelő. Többször tanulja voltam annak, hogy gyülekeztek a dolgozók szerszámokkal a kezükbe, és megkérdezem, hova mennek. Hát elmennek Demszky Gábor főpolgármester lakására bizonyos karbantartási dolgokat elvégezni. Demszky felújítatta harmadik felesége lakását, de Adriai nyaralójának felújítási munkálatainak előkészítése is közpénzen valósulhatott meg. Demszky angolosan távozott. A nyomozások során meghallgatták, de sikerült elhitetnie, hogy egyetlen korrupciós ügyről sem tudott. Tisztelt fővárosi közgyűlést! A történelemben nincs happy end. Csak eufórikus, boldog kezdetek vannak. De bízzuk az értékelést az utókorra. Tény, a szocik sokat köszönhettek Demszkynek, de a legelegánsabban akkor távozott volna, ha önként lemond. Elfelejtette, mit vallott a rendszerváltáskor, amikor egyik fő célja a korrupció elleni fellépés volt. A perek azóta lezárultak felemás ítéletekkel, de azt senki nem tagadhatja le, hogy közpénzből gazdagodtak a volt város vezetők. És akkor a 4-es metró korrupciós ügye még elő sem került. Hiába, magyarázat az volt, és már egyáltalán nem érezte magát felelősnek Demszky. De járt a Putyin ellenes tüntetésen is, ahol már az OLAF jelentésről és a 4-es metróról kérdeztük. Csak a hajam, tudod, ez cukrászában. Hogy mennyire érzi magát felelősnek a OLAF jelentés, illetve a 4-es metróval kapcsolatban? Nem tudom, nem tudjuk azt, hogy mi van a jelentésben. A jelentést sem Tarlós István, sem Lázár János, sem Orbán Viktor nem tette közzé. Holott az OLAF, amikor átadta az általa lezárt jelentést, hogy a kormány és Brüsszel tárgyaljon erről, akkor felszólította őket, hogy a magyar jogszabályok figyelembevételével és az OLAF eljárására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével tegyék közzé. Én pusztán ezt kérem. Tarlós István, akinek a kezében van a jelentés, és aki dilemmát lát ebben, és nem tudja megoldani, hozza nyilvánosságra a teljes, mint egy 80 oldalas szöveget. Az OLAF vizsgálatából kiderült, hogy az összköltségből, azaz 452 milliárdból a felét találták korrupció gyanúsnak. Végül kiderült, hogy a 4-es metró beruházás kapcsán 59 milliárd forint visszafizetését tartották indokoltnak. Sukorú. Fletóból G. Ferenc lett. Ugyanis az ügyészség kérésére a parlament felfüggesztette Gyurcsány mentelmi jogát. A gyanú szerint hivatali visszaélést követett el a sukorói telekcsere ügyében. A központi nyomozó főügyészség úgy vélte, túllépte a hatáskörét, amikor ő állapította meg az állami ingatlan értékesítésének módját, vagyis a cserét. Az állam több milliót bukott az ügyletem. Hát ezen mágában sincsen eljátszani az üldözött vadnak a szerepét és védekezni. Ha valaki vádol, akkor bizonyítsa be. Én eddig még csak képtelen vádakat hallottam, és hát csikorgó politikai erőfeszítést. Hát hajrá, üzenem üldözőimnek, ha képesek erre, amit vádolnak, akkor tegyék a dolgukat. Ugye önt az LMP jelentette föl, de mégis inkább a kormány ellen szokott felszólalni. Lári-fári, ilyet én már mondtam egyszer. Nem kell a Fidesznek az LMP mögé bújnia. Hát viselkedjenek férfiasan. Hát, teljesen világos, hogy a Fidesz elszámoltatási vagy leszámoló politikájának a része, hogy saját ügyésze próbál engem, bennünket mószerolni. A volt miniszterelnököt október elején hallgatták ki. A nyomozó főügyészség utcája megtelt szimpatizánsokkal, politikusokkal. Gyurcsány Ferenc mögött ekkor zárt össze utoljára az MSZP. A volt miniszterelnök nem tett vallomást. Meghallgatásán az ügyészeket bírálta, az erről készült felvételt pedig nyilvánosságra hozta. Azt gondolják, hogy ennek a hatalomnak a hátterében önök bármit megtehetnek, és ez a háttér, ez örökké meg fogja önöket óvni attól, hogy törvényes körülmények között egyszerűen számot adjanak arról, mi is értették meg az esküket, akkor azt hiszem, önök tévednek. A főügyész válaszában annyit jelzett meg, hogy az ő személyes sorsa nem része a büntető eljárásnak. Folyamatosan kapta a gyomrosokat a sukorú perben. Az áldozat szerepéből viszont jól megért.
A tárgyalásra, ahol Császi Zsoltot elítélték, ő is ellátogatott. Tüntetők vártak és menetrendszerűen leköpték. Az ügyészséget és a független bíróságot támadta. Császi Zsoltot és Tátrai Miklóst politikai koncepciós perben elítélt embereknek tartom. Azaz, ha úgy tetszik, politikai foglyoknak. Gyurcsány a Böribe is bekísérte Császit, és könnyes búcsút vett tőle. Elvégre helyette vitte el a balhét. Most tartunk egy kis szünetet, és ezzel jövünk vissza. Az, hogy felvállaljuk a kereszténységünket, felvállaljuk azt az értékrendet, amiben mi hiszünk, vagy amire mi az életünket építjük, akkor azért látjuk, hogy ez sok esetben a fő sodorral, vagy a fő sodrási irányal ellentétes. Már itt is vagyunk. Főhősünk Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke, aki beszél nekünk családi indítatásáról, diákkori csínytevéseiről, és arról is, miért lett fideszes. A kis Illés Boglárka, mondjuk 3 évesen, amikor a játszótéren Máté Szalkán az édesanyja kezét fogta, gondolta volna, hogy ilyen pozícióba jut, vagy egyáltalán érdekelni fogja valaha a politika? Mert ugye ön a rendszerváltás hajnalán született. Ez így van, bár 3 évesen már pont túl voltunk a rendszerváltáson, ugyanis akkor 91-et írtunk. Izgalmas a kérdés, mert én úgy gondolom, hogy 3 éves korára az ember még sokkal inkább emlékfoszlányokban tud gondolkozni, vagy arra tud visszatekinteni. De feltettem már akkor is azokat a kérdéseket a szüleimnek, hogy mi az, ami körülöttem zajlik. És én emlékszem egy olyan konyhai beszélgetésre, de ez is csak emlékfoszlányként van előttem, amikor ezt a kérdést feltettem, és akkor édesapám azt mondta nekem, hogy én ehhez még túl kicsi vagyok, és hogy majd, ha felnövök, akkor majd talán jobban megértem. És mert hogy a kérdés az arra irányult, hogy mi is ez a rendszerváltás, meg mi történik? Leginkább az, hogy mi történik itt körülöttünk, mert akkor lehetett érzékelni a változásokat, és én jellemzően egy olyan családból származom, ahol a politikáról nagyon gyakran beszéltek, a szüleim is egymással, a nagyszüleim nagyon gyakran beszélgettünk róla. Tehát az érdeklődésem, mondhatom azt, hogy otthonról hozom, vagy legalábbis már otthon felkeltették, és azt nem mondom, hogy óvodáskoromban már ez úgy intenzíven érdekelt, mert iskolás voltam akkor, amikor nagyobb összefüggéseiben tekintettem akár a történelemre, akár a politikára, és más horizontokat is láttam, de már feltettem ezt a kérdést, amikor azt a választ kaptam, vagy egy kisgyerek azt a választ kapja a saját miértjére, hogy majd, ha felnősz, akkor majd úgy jobban fogod érteni, akkor nyilván az még jobban érdekli a kisgyereket, és még több kérdést megfogalmaz ezzel kapcsolatban. Nem gondoltam volna, hogy ilyen megtiszteltetésért, de talán még 4 évvel ezelőtt sem, vagy 10 évvel ezelőtt sem gondoltam volna. Én bízom abban, hogy a jövőben is tudom majd akár elnökként, akár más formában az embereket szolgálni. Ugye említette, hogy kisgyerekként is már nagyon érdeklődő volt, és milyen gyerek volt egyébként azon túl? Tehát ilyen túlmozgásos, vagy túlzottan érdeklődő? Milyennek látták az óvónők? Mit láttak önben, vagy az iskolában mit láttak a tanárai? Szeretett-e tanulni egyáltalán? Én egy nagyon aktív gyerek voltam, hogy aktív gyereknek tartom magam, és általában ezt a környezetem is hasonlóan látta és hasonlóan értékelte. Az eredményeim azok mindig jók voltak, és talán az aktivitás, amiben az eredményeimmel tudtam kompenzálni, vagy kiegyenesíteni. Én úgy gondolom, hogy egy kamasznak fontos megtalálni a saját helyét a világban, fontos, hogy feltegye magának a lényegi kérdéseket, ezekre válaszokat tudjon adni, nyilván a válaszokat még saját magától nem tudja megfogalmazni, sokat kérdezzen, érdeklődő legyen. Az érettségimnél, azt nem tudom, hogy a jegyzőkönyvbe írta az osztályfőnököm, de minden esetre az egy meghatározó leírása volt az érettségi szóbeli vizsgámnak, hogy nagyon informatívan mondom el az érettségi tételem. Milyen tételt húzott töriből? Én ugye több tételt is húztunk, mert emelt szintű érettségim volt, és a rendszerváltás idejére is rákérdeztek a történelem tanáraim.
Ami még egyébként az előző kérdéséről eszembe jutott, az egy Carl Gustav Jungi idézet, és most nem fogom tudni pontosan elmondani az idézetet, bár tekintettel arra, hogy nem magyarul írta, ezért akár szabad fordításnak is tekinthetjük az én válaszom. Mondjuk. De úgy fogalmaz, hogy a létezése értelme, hogy az élet egy kérdést tett föl neki, vagy az élet egy kérdést tett fel nekem, vagy ha megfordítom, akkor lehet, hogy én magam vagyok a kérdés, amelyet a világhoz intéztek, és fel kell mutatnom a magam választát, mert különben, ha ezt nem teszem meg, akkor a világ válaszától, vagy a világtól válok függővé, és szerintem éppen ezért nagyon fontos, hogy egy fiatal, akár kamaszként is meg tudja határozni, meg tudja mondani a saját válaszát, és meg is kapja rá azokat, meg is kapja hozzá azokat az információkat és inputokat, amelynek köszönhetően ő egy stabil felnőtt kort tud majd elindítani. Korán élő típus volt, jelek szerint? Ezt mondták sokan, én saját magam nem tartom korán érő típusnak, de mások visszajelzései alapján nem tudok rácáfolni erre az állításra. Na, ugye beszéltünk az érettségiről, de arról nem, hogy hol érettségizett. Én Sárospatakra jártam, a Sárospataki Református Kollégiumban, vagy a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumába, amit a szüleim először nagyon támogattak, majd amikor látták, hogy ez egy ilyen szikra szilárd elképzelésben, nem, hogy én tényleg oda szeretnék menni, ami 100 kilométerre volt az én szülővárosomtól, Mátészalkától, akkor azért voltak olyan pontok, amikor elbizonytalanodtak abban, hogy ők 14 évesen a gyermeküktől már ilyen távolságra lesznek, és volt egy olyan megállapodásunk, hogyha a két tannyelvű osztályba engem felvesznek Sárospatakon, akkor mehetek Sárospatakra, hogyha nem, akkor a Mátészalkai gimnázium is ideális lehet a számomra. Úgyhogy én a nyolcadik osztályos koromban már tudatosan készültem arra, hogy Sárospatakra mehessek, és a Bodrogparti Aténnak legyek majd később az öreg diákja. És hát ez sikerült. Milyen évek voltak ezek? Hogy élte meg? Én... Az, hogy távol van a szüleitől, kollégium, azért rend, fegyelem. Ez egy igen, izgalmas kérdés, és erre visszaemlékeznem is. Nekem a szüleim egy féltő és gondoskodó szeretetben neveltek fel, és keresztény konzervatív értékek mentén élik ők is az életüket, és ezt igyekeztek nekem is átadni, bízom benne, hogy inkább több, mint kevesebb sikerrel, de minden esetre ez a környezetemben lévő barátaim vonatkozásában nem volt feltétlenül elmondható, voltak olyan barátaim, akik hasonló neveltetésben részesültek, és voltak, akiket egy picit lazábban neveltek, és én úgy éreztem, hogy nekem Sárospatakon nagyon jó lesz, mert ott a szabályok mindenkire hasonlóan vonatkoznak, megvannak a keretek, megvan a szabadság is, megvan a tanulás ideje, megvan a szórakozás ideje, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeket a kereteket megfelelően ki tudtam használni, vagy tudtam ezekkel élni, és azt is hozzáteszem, hogy szerintem minden kamaszra jellemző és teljesen egészséges dolog tinédzserként, hogyha a kereteket feszegeti, vagy néha még túl is feszíti, és éppen ezért nem mindegy, hogy hol határozzák meg azokat a kereteket. És én Sárospatakon szintén olyan gondoskodó és féltő, de ugyanakkor előremutató neveltetésben és szeretetben gazdag neveltetésben és vallási alapokra épülő tudás átadásban vagy léleggazdagításban volt vagy lehetett részem, amelynek köszönhetően nem éreztem, hogy ezek a keretek nagyon beszűkítenék az én életem. De azért ott is próbáltuk feszegetni, amennyire tudtuk. Diákcsínyek voltak esetleg? Voltak diákcsínyek, de hát nem leplezhetem még le saját magam, úgyhogy... Ó, egy példát mondjunk legalább, amit többen csináltak. Volt egy, hát diákcsínynek mondható-e, az unokatestvérem Miskolcra járt egyetemre, és 18., sőt már a 20. születésnapját ünnepelte, és az ő barátja szervezett oda egy bulit, vagy egy kisebb eseményt, és nagyon el szerettem volna oda menni középiskolás koromban, de hát nálunk azért nagyon szigorú volt a menetrend, este 8-kor már bent kellett lenni, tehát az is szinte elképzelhetetlen volt, hogy mi máshol töltsük az éjszakát. Az internátusi nevelőnőmmel, most azért nem mondok szándékosan pontos időpontot, mert több internátusban voltam, és ez a nevelőnőmmel egy ilyen
közös szövetségünk volt, vagy szövetségkötésünk. Az internetes nevelőnőmmel megállapodtunk abban, hogy én este elmegyek, és majd egy hajnali vonattal visszajövök, visszatérek, mindezt úgy, hogy másnap nekem szavalnom kellett, vagy én szavaltam a március 15-i ünnepségem. És amikor a vonattal visszatértem, akkor picit elaludtam a vonatom, és amikor a vonat már majdnem elindult, akkor eszméltem rá, hogy lehet, hogy már a sárospataki állomásnál vagyok, és gyorsan leszáguldottam a vonatról, mert szinte elindult, amikor leléptem, és akkor vettem észre, hogy másik állomásnál sikerült leszállnom, vagy kijönnöm a vonat, vagy igen, megállnom az állomáson, és utána így gyorsan mindent izítottam, akkor még azért nem volt annyira jellemző az internet, az okostelefon, megszerveztem magamnak a sárospataki utat, és amikor leszállt a vonatra, akkor picit a bokám az ki is fordult, később kiderült, hogy ez egy részleges szalagszakadás volt a nagy sietségben, de a március 15-i ünnepségen ezt még nem lehetett érzékelni, és akkor utána folytattam az életet. Ami milyen kisebb-nagyobb csintevés volt, azok általában mindig egy-egy mozihoz, vagy valamilyen esti programhoz voltak köthetőek. Volt, amikor azért úgy sikerült megoldanunk, hogy kimenjünk az internátusból, de természetesen úgy, hogy még az esti takarodóig, vagy a villanyoltásig még mindenképpen visszaértünk, hogy ebből ne legyen probléma. Tehát akkor azt látom, hogy a nevelők azok bíztak önben. Igen, mind a ketten törekedtünk, vagy mindannyian törekedtünk arra, hogy egy kölcsönös bizalmi kapcsolatot létrehozzunk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, különösen gimnáziumban, vagy gimnazista korban, hiszen akkor azért a kortárs hatás az meghatározó, de azért vannak olyan problémák, vannak olyan dilemmák, különösen amikor az érzelmi érés az eljut egy bizonyos pontig, amit fontos megbeszélni felnőttekkel is, akik ezt már érettebben látják, és nyilván ezt egy kamasz akkor tudja megtenni, hogyha bizalommal tud fordulni a felnőtt irányába. Az talán túlzás lenne, hogy pótszüleink voltak, mert mindenkinek az édesszülei azok, akik szerintem pótolhatatlanok, de mégis tudtunk rájuk úgy tekinteni, mint óvó, félt és gondoskodó felnőttekre, vigyázókra, akikkel meg tudtuk beszélni akár a lelki vívódásainkat, vagy gondolatainkat is meg tudtuk velük osztani. Aztán jött a jogi egyetem, és közben a politika. Hogyan? Mi volt az a pont, amikor eldöntött, hogy na, akkor most csapjunk bele? Ahogy említettem, én egy olyan családban nőttem fel, ahol nagyon sokat beszéltek, vagy beszéltünk a politikáról, és amikor Sárospatakra kerültem, akkor már túl voltunk a 2002-es verességen. Én emlékszem arra a kicsit ilyen traumát is okoz összerezzenésre, amit a családom akkor átélt, vagy arra a meg nem értésre a társadalom irányába. De ez szintén csak leginkább egy emlékkép, tehát én akkor még aktívan nem vettem részt a politikában, azonban a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnál már igen, méghozzá azért, mert nekem Sárospatakon nagyon sok olyan osztálytársam, évfolyamtársam, barátom volt, akik Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből érkeztek, sőt, az egyik kollégiumi szobatársam és Sárospatakon az egyik legjobb barátnőm egy olyan lány volt, aki egészen pontosan Nagy-Szelmencről érkezett. Én nagyon sok olyan személyes történetet hallottam, hogy ők a magyarságukat annak érdekében, hogy megőrizzék, megtartsák, miken mentek keresztül, miken kellett, hogy keresztül menjenek, és mennyire erős az ő identitásuk, hiszen még inkább meg kellett erősíteni azokat a gyökereket, amik a föld alatt vannak, ahhoz, hogy az a szélvihar és az, a, ami velük ott történt, gondoljunk tényleg akár Felvidékre, akár Kárpátaljára, akár még mondhatom azt, hogy sok esetben a jelenben is, ami őket valóban ott megtartotta, és akkor ez az is hozzátartozik, hogy Máté Szalkaiként nem kell túlságosan mélyre lapozni ahhoz a történelemkönyvekbe, hogy tudjuk, hogy az első világháború tragikus lezárásakor volt azért egy olyan terv, hogy a határok azok ne ott húzódjanak, ahol mondjuk most húzódnak, hanem a Tisza mentén, és akkor Máté Szalkát is elcsatolták volna. A
szüleim erről is beszéltek nekem akkor, amikor gyermekkoromban néha-néha feltettem azt a kérdést, amikor mondjuk Budapestre vagy a Balatonra elutaztunk, hogy miért látok akkor a különbséget Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és mondjuk Veszprém megye között, mert azért főleg a 90-es években a szemmel látható volt, és akkor úgy gyorsan kihúzanítottak, hogy nagyon jó ez így nekünk, mert egyébként mi lehetett volna, vagy mi az, ami a valós probléma, és mi az, amiért tenni kell a mindennapok során a jobb életért. Tehát nekem volt egy ilyen típusú érzékenységem a határon túli magyarok iránt, és amikor jött egy olyan pillanat, hogy a kettős állampolgárságot nekik is megadhatjuk, akkor én úgy éreztem, hogy nekünk ezért tenni kell, vagy legalábbis azért, hogy ezt minél több embernek elmondjuk, és próbáljunk mozgósítani. Tehát én legelőször aktívan a kampányba akkor kapcsolódtam be, de amikor jött számomra is ez a kiúzanító pillanat, és kamaszként abban az érzelmi hívben, ahogy mi a kampányt folytattuk és végeztük, és abban a reményben, hogy szinte azt mondhatom, hogy egy természetes következményének gondoltuk, hogy itt mindenki egységesen felel, és tényleg a nemzetegyesítésre sort tudunk keríteni, és amikor láttam, hogy érvénytelen lett a népszavazás, akkor egy picit ki is ábrándultam én a közéletből, mert úgy éreztem, hogy tehetünk itt bármit, de hogyha vannak olyan gyurcsányok vagy gyurcsányfélék, akik ezt vagy máshogy látják, vagy máshogy akarják látni, vagy láttatni, akkor képesek akkor a hatást kiváltani egy magyar társadalom, hogy egy ilyen népszavazás érvénytelen legyen, hogy úgy éreztem, nem biztos, hogy a közéleti pályát azt a jó Isten nekem találta ki. De aztán mégis. Úgy tűnik, hogy mégis, mert az érdeklődésem nem veszítettem el a véleményem. Akkor is el szerettem mondani, ez most sem változott, és amikor az egyetemre bekerültem, akkor én bár a diplomámat tekintve, vagy első diplomát tekintve jogász végzettséggel rendelkezem, de én hozzá szoktam tenni, hogy állam és jogtudományok doktorai vagyunk mi, akik végül is elvégezzük a jogi egyetemet, és ott lehetőség van arra, hogy az államtudományokkal foglalkozzunk, lehetőség van arra, hogy a politikáról, a közéletről véleményt alkossunk, és engem az egyetemen kerestek meg, az évfolyam társaim közül is, és egy másik évfolyamba járó fiatal, hogy látja a politikai elkötelezettségem, elköteleződésem és a jobb oldal irányába, látja a gondolataim, de azért ő úgy gondolja, hogy célszerűbb lenne ezt valamilyen irányba beterelni, és ne csak beszéljünk róla, hanem hogyha tehetünk, akkor cselekedjünk közösen, és erre egy kiváló lehetőséget biztosít a Fidelitas, adjam meg neki az esélyt. Gondolkoztam rajta, sokat beszélgettünk, amennyire tudtam, kívülállóként megismertem, vagy megpróbáltam megismerni a szervezetet, és hát magával ragadott, akár így is fogalmazhatnék. Olyannyira, hogy meg is választották elnöknek. Olyannyira, hogy igen, hogy most már lassan egy éve ebben a megtiszteltetésben van részem, de nem csak nekem, hanem a teljes elnökségnek, hogy mi vezethetjük a szervezetet. Pont a hétvégén lesz a kongresszusunk, vagy az éves közgyűlésünk, és hát az elmúlt egy évre visszatekintve én úgy gondolom, hogy már sok mindent sikerült elérni, de azért még sok a feladat. A feladat az mindig sok, de úgy látom, hogy ön nem zárkózik el attól, hogy akár kimegy vizet osztani az utcán, amikor sorban állnak az autók, mert ugye Karácsony Gergelyék fölfestették a biciklisávot, tehát önt is ott láttuk ugyanúgy, mint a egyszerű kvázi talpasokat, ahogy hívják az aktivisták magukat. Tehát önnek ez sem derogál. A politika szerintem itt kezdődik, mondhatnám azt is, hogy itt is ér véget, de azért ezt talán mégsem, de olyan szempontból fontosnak tartom, hogy legyen meg az élő kapcsolat, legyen meg a folyamatos kapcsolat az emberekkel. Ez ne csak a televízió képernyőn keresztül, ne csak az online térben. Főleg nem most, amikor véleménybuborékok alakulnak ki. Tehát, hogyha valamiről beszélgetek egy baráti társaságban, valamire már rákeresek az interneten, akkor automatikusan azok a hírek kezdenek el feljönni a hírfolyamomon, tehát nagyon fontos, hogy azokhoz is eljussunk, akikhez nem biztos, hogy ezeken a csatornákon keresztül eljuthatunk, és
a politikánál a személyes jelenlétet, azt, hogy egymás szemébe tekintsünk, azt, hogy legyen valamilyen közvetlen kapcsolat, én úgy gondolom, hogy nem lehet és nem is érdemes megúszni, és hogyha a politika szó eredeti értelmét nézzük, ami nem más, mint a közösségért való tenni akarás, vagy közösségért való cselekvés, akkor persze a retorika, a beszéd vagy az érvelés mellett szerintem nélkülözhetetlen, hogy ez a mindennapokban is valamilyen formában megnyilvánuljon. Korábban azt mondta, hogy kereszténynek lenni lázadás. Ma is így gondolja? Sajnos így kell, hogy gondoljam, bárcsak ne így gondolnám, de látjuk azokat az ideológiákat, amik szinte egy jéghegyként próbálnak minket maga alá gyűrni, vagy maguk alá gyűrni, és az, hogy felvállaljuk a kereszténységünket, felvállaljuk azt az értékrendet, amiben mi hiszünk, vagy amire mi az életünket építjük, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy az nem csak nekünk, hanem a jövő generációnak is perspektívát adhat, értelmet adhat, amiért érdemes nekünk is dolgoznunk, akkor azért látjuk, hogy ez sok esetben a fő sodorral, vagy a fő sodrási irányal ellentétes, és a lázadásnak ez a műfaja, hogy valami ellen megjelenítünk egy másik pólus, vagy egy másik gondolatot, és adott esetben az a többségnek tűnhet, de azért teszem hozzá, hogy tűnhet, mert nekem az a tapasztalatom, hogy van egy hangos kisebbség, ami megpróbálja a csendes többséget sokszor maga alá gyűrni, és ezért nagyon fontos lázadnunk, mert nem engedhetjük meg, hogy mi a többség, amiben hiszünk és amit gondolunk, azt feladjuk egészen egyszerűen azért, mert csendben maradunk. Akkor most jönne az a bizonyos játék, amiről már ön is hallott és látta televízióban. Nyugodjon meg, nem lesz annyira durva. Jó? Figyelek. Simicska Lajos és Vona Gábor együtt bénázták el ezt a sztorit. Így, hogyha Simicska Lajos bár bábként rángatja Vona Gábort és a Jobbikot, talán együtt is kellene vállalni ennek a felelősségét, hiszen törvénytelenséget egyikük sem követhet el, még hogyha ezt mind a ketten közösen tették is. Úgy érzem, hogy már az első pár másodperc után megfejtettem, remélem, hogy a megfejtésem az helyes lesz. Az én elődöm volt a bejátszásban, egészen pontosan Böröc László. Helyes, helyes válasz. Simicska Lajos és Vona Gábor együtt bénázták el ezt a sztorit. Hideg van? Igen. Hát gondold el egyébként, hogy ebben az időszakban milyen hideg volt szegény embereknek. Micsoda? Gondold el, hogy ebben az időszakban milyen hideg. Ebben az időszakban milyen hideg volt szegény embereknek. Igen. Nem tudom, hogy mi lehet ez az időszak. Ő nekem nincs. Erre volt egy válasz. Uh-huh. Hogy nekik már nem volt hideg. Na, ki lehetett ez a politikus? Uh-huh. Annyit segítek, hogy már kikopott a rendszerből. Kopott a rendszerből? Uh-huh. És nem a mi oldalunkon. Egy ellenzéki politikusról van szó. Nem tudom. Szuslág János. Ó! Hát arra azért büszke vagyok, hogy Szuslágot túl sokszor nem hallgattam, és ezért nem tudtam felismerni a pici torzított hangját. Micsoda? Gondolod, hogy ebben az időszakban miért? Bár nekik nem volt hideg. János. Az olajános gyűjtés azért fontos, mert itt 3000 milliárd forintról beszélünk az olimpia rendezése kapcsán, és erről a kormány elmulasztotta megkérdezni a Budapest, illetve a magyar polgárokat, ezt mert Momentumban pótoljuk ennek a hiányát. Hát, fegyőrbandi. Maradjunk ennyiben. Lila ügynökpártnak a vezetője. Az olajos gyűjtés azért fontos, mert itt 3000 milliárd forintról beszélünk az olimpia rendezése kapcsán. Azért is Orbán gét ügy, mert Orbán Viktort a tudósítások szerint a kiprovokált oszlatás előtt meglehetősen jól előkészített módon kimenekítették a helyszínről. Ennek alapján felmerül az a gyanú, hogy esetleg a Fidesz első embere sokkal több mindent tudhatott erről az egész október 23-ai eseményről, mint amit maga mutat.
2006-ról beszélt. Uh-huh. Hát Vadai vagy. Vadai? Igen, Vadai Ágnes volt. Vadai Ágnes, igen. Leginkább az október 23-i események miatt kapcsoltam össze sajnos. Hát igen. Orbán Viktort a tudósítások szerint a kiprovokált oszlatás előtt meglehetősen jól előkészített módon kimenekítették. Olcsó és rövid kampányra készülünk, természetesen egyben hatékonyra is, de olcsó és rövid kampányra, mert azt gondoljuk, hogy abban a válságban, amiben ma Magyarország van, nem lenne helyén való, hogyha a pártok súlyos milliárdokat költenének kampányolásra. Ma nem csillogó-villogó kampányokra van szüksége az embereknek ahhoz, hogy megtudják, hogy mi az igazság az országban. Szintén egy korábbi Fidesz elnök, Gyürk András. Igen, ő volt igen. Az. Olcsó és rövid kampányra készülünk, természetesen egyben hatékonyra is, de olcsó és rövid kampányra. Közelebb egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!